Katolikus mise régészeti kutatás Tomai Monostorán, adományátadás, rökködtek az üvegpoharak. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 9-én 18 óra 5 perckor. Misére várták a katolikus egyház híveit. Mai evangélium egy nagyon érdekes témát és egy hatalmas témát érint, ami mindannyiunknak az életébe, ima életére, hétköznapi életére hatással van, hatással lehet. Mégpedig az a fajta lelkület, amely nem képes egyszerűen arra reflektálni, hogy mi történik bennem, mi van bennem, mi az, ami az életemben, Istennel való kapcsolatomba akadályoz. Farizeusnak a lelkülete az, hogy folyamatosan az imádságában összehasonlítja magát másokkal. Örülök annak, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Ez egy hatalmas veszély mindannyiunk számára, amikor úgy gondoljuk, hogy valamiben nagyon jók vagyunk. Valami sikerült nekünk, a másiknak pedig nem sikerül. Szeretjük magunkat fölé emelni a másik embernek. Egy ilyen életemben ilyen nagyon érdekes helyzet, amikor gyóntattam a papokot, és akkor hát mondta a kolléga gondjait, és akkor magamban mondtam, hogy fú, de szerencsétlen, azt a mindenit. Nem bír ennek ellenállni. Ilyet aztán borzasztó. Tehát így magamban. Hát én ehhez képest, fú, nagyon jó vagyok. Ilyen szuper. Hogy én ilyen jó vagyok. És ezt így nem mondtam ki, csak hogy úgy bennem volt. És akkor egyszer csak eljött a pillanat, amikor az én életemben is ugyanúgy az a téma előjött. És talán még mélyebbre süllyedtem, mint ő. És akkor ez úgy nem volt egy annyira jó érzés. Tehát, hogy persze, amikor valamiben biztonságosan vagyunk, és valami életünkben, hát hogy mondjam, olyan megvalósított és elért eredmény a lelki életben, akkor könnyen tarthatjuk magunkat különnek mások. Tomai Monostorán nagy létszámú önkéntes csoporttal végeztek kutatást a Közösségi Régészeti Osztály. 2022. márciusában vette kezdetét a Tiszató mikroregionális kutatóprojekt, amelynek célja az Árpád és középkori településhálózat és kereskedelmi kapcsolatok pontosabb megismerése. Az abátszalók Tisza Derzs, Tisza Szent Imre, Tomai Monostora és Kunhegyes közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek és épített örökségi emlékek tanulmányozása révén. Most Tomai Monostorán nagy létszámú önkéntes csoporttal végzett kutatást a Közösségi Régészeti Osztály. A kutatás szakmai vezetője dr. Virágos Gábor, a Nemzeti Régészeti Intézet igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató helyettese. Ugye, ahol most állunk itt a domb tetején, ez a Tomai nemzetségnek az általuk alapított monostora, a Magyar Nemzeti Múzeum által végzett kutatási program, a térség 5 települését felülelő mikrorégiós kutatási programnak gyakorlatilag a zászlóshajó helyszínén vagyunk. Ugye ennek a kutatásnak az a célja, hogy egyfajta országos
topográfiai kutatás mintájaként szolgáljon. 5 közigazgatási területet felülelve tudunk olyan nagy adatmennyiséget elemezni, minden korszakra, minden régészeti jelenségre vonatkoztatva, amit egyébként országosan egyelőre még részben adathiány, részben az egyébként jelentkező adatmennyiség miatt nem tudnánk. Úgyhogy ez egyfajta ilyen pilot program, és hát nagyon bízunk benne, hogy ennek nagyon izgalmas eredményei lesznek. Egyelőre, amit látunk, az, hogy formálódik a topográfiai sűrűség az egyes korszakoknak, tehát Árpád korban, középkorban, egyéb régészeti korokban, hol voltak azok a víz nem járt a helyek, magaslatok, amelyeken az ember meg tudott telepedni, hol hozott létre településeket, ezek mondjuk milyen úthálózattal voltak összeköthetők, milyen prioritása volt az egyes helyszíneknek, és hát Tomaj Monostora mindezek közül ilyen szempontból magasan kiemelkedik, hiszen egy Árpád-kori magyar királyság területén található nemzetségnek a családi alapítású magánmonostoráról van szó. Megvan a temploma, geofizikai módszerekkel ezt a Nemzeti Múzeum már bemérte, tehát tudjuk lokalizálni magát az épületet, és nagyon fontos, hogy ezt úgy kell elképzelni méretében és léptékében, meg kinézetében is, mint a megmaradt magyarországi románkori templomainkat. Tehát ha valaki megnézi a lébényi templomot, talán ez a legjellegzetesebb, egyben megmaradt, éppen megmaradt példány, egy lébényi típusú templom állt itt ezen a dombháton is, messze ugye kiemelkedve az alföldi lapájból, messzire hirdetve mind az egyház, mind pedig természetesen az alapító családnak a dicsőségét. És hát azért találunk ilyen egészen izgalmas leleteket, mert egy apátságnak a területén járunk, különböző vereteket, bútorvereteket, könyvereteket, érméket, kisebb-nagyobb egyéb leleteket lehet jelenleg találni. A célunk pedig az, hogy lehetőleg még az idén, de legkésőbb jövőre el tudjunk kezdeni ásatásokat is folytatni, tehát lássuk ennek a meglevő épületnek a falmagasságait, a rétegsorait, járófelületeit, és hát minél részletesebben rekonstruálni tudjuk, hogy mi állt itt egykor, milyen ütemezésben és milyen élet folyt a mindennapokban. A kutatáson jelen volt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Huba Imre a megyei közgyűlés elnöke és Fodor Gusztáv lelkész és ötletgazda is. Fodor Gusztávtól megtudtuk, tulajdonképpen ő volt az ötletgazdája ennek a kutatásnak. 2020-ban nagyon komolyan elkezdtem foglalkozni ennek a régiónak az egyház történelmével, ugyanis nekem minden két évben van valamilyen újabb hobbim. Volt téglamúzeum, bibliamúzeum alapítás, Kárpátai Református Egyházzal kapcsolatban írtam néhány könyvet, több tanulmány, több mint 25 előadást tartottam ezzel kapcsolatban, és akkor két évente jön egy ilyen nagy szellemi üresség, és elkezdtem foglalkozni ennek a régiónak az egyház történelmével. Ladányi Sándor professzor, Isten nyugosztalja, Károly Gáspár Egyetem egyház történészétől tanultam meg azt, hogyha valahová oda kerülünk lelkésznek, az első lépésben mindig fel kell fedezni, meg kell tanulni a helyi gyülekezetnek az egyház történelmét. És elkezdtem ennek a régiónak foglalkozni az egyház történelmével, és felfedeztem egy bizonyos törvényszerűséget, egy szövetet, ami a korabeli, az Árpád korba nyúlik vissza, és a Tomaj nemzetségnek gyakorlatilag egy ilyen spirituális lelki arculati része volt. Felfedeztem azt, hogy Abádon, a korabeli Árpád-kori Abádon Szent István volt a korabeli Árpád-kori templomnak a védőszentje. Tisza Derzsen, annak a kápolnának még mindig állnak a romjai, pedig Szűz Mária volt a védőszentje. Szent Imrén, ugye Szent Imre volt a védőszentje, aztán Szent György lett a védőszent, Szent Imre, Igar és Örs között volt még két település, Szent Jakab, és volt Szent Kozma Damján védőszentek, tehát templomok védőszentekkel, és megértettem azt, hogy ezek a szentek, ezek a védőszentek, Szent István, Szent Imre, Szent György, Szent Jakab, Szent Kozma Damján és a Szűz Mária, ezek gyakorlatilag a Szent Koronán vannak mind, tehát mind megtalálhatóak. És ez egy nagyon-nagyon erős üzenet volt, és elkezdtem ezzel
ezzel foglalkozni tovább, és felfedeztem azt, hogy a Tomoly nemzetségnek a Balaton felvidéken is voltak birtokai, és megnéztem azt, hogy a korabeli birtokon, a településeiken, amiket ők alapítottak, gyakorlatilag kik voltak a védőszentek. Ugyanúgy Szent György, Szent Imre, Szent István, Szent Jakab, minthogyha ugye modern számítógépes nyelvvel copy-paste-elték volna ezeket a védőszenteket. Aztán rájöttem arra, hogy felvidéken is voltak birtokai, ott ugyanezek a védőszentek voltak. Írtam egy 10-15 oldalas tanulmányt, ezzel megkerestem a Magyar Nemzeti Múzeumnak a régész igazgatóját, dr. Virágos Gábort, aki most szintén itt van, és felfigyelt erre a különlegességre, és 2022 márciusában egy 30 fős régész, kutató, specialista csapattal lejöttek ide a régióban, megvizsgáltuk Tomoly monostorát, Tisza Szent Imrét, Szent Jakabot, Szent Kozma Damjánt, Ószent Györgyöt, és úgy gondolták, hogy erre a Magyar Nemzeti Múzeum indít egy mikrorégiós kutatási programot, és gyakorlatilag én ennek az egésznek a kicsit a mozgatója voltam, elindítottam, de mivel tudtam azt, hogy ide már szakemberek kellenek, komoly régészek, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a berkéiben gyakorlatilag a Magyarország legkomolyabb, legnagyobb szakemberei vannak, és gyakorlatilag ez már egy fél éves program, és azóta már találtunk vagy 800-900 leletet, felfedeztünk 3 templomot, felfedeztük a Tomoly apátságot, el lehet mondani azt, hogy egy nagyon hosszú útnak vagyunk az első lépéseinél, és ezek a felfedezések, ezek nagyon-nagyon ígéretesek, és komolyan hozzá tudunk tenni ennek az identitás vesztett régiónak a lelki-gazdasági múltjához egy nagyon komoly részt. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő néprajzos szintén kezdetek óta figyeli a kutatásokat. Én azt gondoltam gyerekkoromban, hogy mindenki vagy vadász, erdész, vagy régész szeretne lenni, hiszen gyerekként is érdekeltek bennünket a régmúlt dolgai, a földben elrejtőző kincsek, a történelem tanúsága is, és ez egy csodálatos dolog, hiszen láthatjuk azt, hogy a környékbeli történelem, az Alföld történelem, itt a Nagykunság és a Nagykunság határának a történelem milyen gazdag volt, hiszen a tatárjárás előtt, a török dúlás előtt itt egy nagyon komoly település szerkezet volt, nagyon komoly településekkel, templomokkal, vásártartó helyekkel, és ezek most feltárulnak itt az értők ezek alatt, a régészek alatt, hiszen kutatják már itt az elmúlt fél órában is, már olyan érdekes leleteket találtak, ami csodálatos, és még igazából csak a felszínen kaparáztak. Tehát az a helyzet, hogy csodálatos múltja van a magyarságnak, csodálatos múltja van a magyar történelemnek, és itt az Alföldön is mi azt gondoltuk, hogy szegényes, de nem, hanem gazdag. És ez most kicsit elénk tárul. Tomoly monostora határában egy halmon állunk, egy szántóföldön, de a régészekkel beszélve itt egy templom volt a középkorban több száz évvel ezelőtt. Már látszik így, amikor az Eke kifordította a téglákat, és a régészekkel beszélve itt egy nagyon nagy templom volt a középkorban több száz évvel ezelőtt. Ami egy csodálatos dolog, és azt gondoljuk, hogy kicsit szegényesek vagyunk itt az Alföldön régi építményekben. Ez egy gazdag termőterület volt, mind gazdaságilag, mind kereskedelmileg, és ez most elénk kerül. Én azt gondolom, hogy mindenki izgalommal várja, és hogyha lesz pénz, mert tehát mindig a pénzből van a legkevesebb, akkor csodák fognak itt feltárulni mindannyiunk számára. Azt gondolom, hogy a múltunkat nem csak lehetőség, hanem kötelességünk is kutatni, jelentette ki Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Évszázadok, lehet, hogy évezredek óta ez a terület kultúrterület, emberek lakták, művelték, nagyon magas fokon művelték, és olyan pezsgő gazdasági élet zajlott itt, ahol éppen most állunk, ami a térség egyik gazdasági központja is lehetett. Én azt gondolom, hogy a múltunkat nem csak lehetőség, hanem kötelességünk is kutatni azokat a pontokat, azokat a fogódzókat, amivel tiszták képet kaphatunk arról, hogy őseink milyen körülmények között, milyen társadalmi, milyen politikai és milyen vallási, kulturális berendezkedésben élték a mindennapjaikat, hiszen ebből tudunk következtetni arra, hogy az a természetes fejlődés, amin keresztül ment a Nagykunság, keresztül ment a Tomai térség, ez milyen hatást gyakorolt nem csak Jászlókunszolnok megye térségére, hanem az egész ország térségére is. Ez egy átfogó program, egy olyan mikrorégiós program, ami nagy valószínűséggel hosszú éveket fog igénybe venni, mire a végére érünk, és látható, hogy
több település határát is érinti, és ezeknek a településnek meg az egymáshoz fűződő viszonyát, a korábbi kapcsolatokat akár elveszettnek hit, vagy valóban el is veszett településeket is feltárhatnak ezek a kutatások, és akár eljuthatunk odáig, hogy hajszálpontos képet kapunk arról, hogy milyen időszakokban, milyen betelepülés és milyen típusú élet zajlott itt a Tisza mentén, és nem csak Tomaj-Monostorán, hanem a közelben Tiszafreden is nagyon komoly feltárások zajlanak folyamatosan, és a Damjanich Múzeumban olyan leletek kerültek elhelyezésre, ami bizonyítja szintén az itt feltárt, eddig megtalált leleteken keresztül is, hogy ez a térsége az országnak az egyik gazdasági, szellemi, kulturális központja volt, nem csak lehetett, hanem bizonyítottan volt, és nyilván Tisza mint átkerési nehézség, a Tisza folyó különböző vízárásai az kötődött, hogy mikor tudott megmozdulni itt az élet, amikor a Tisza is ezt akart és lehetővé tette, de látszik, hogy az abátszalóki, a tiszafüredi átkelők azok nem csak évszázadok, hanem évezredek óta átkelő helyei voltak az emberiségnek, és bizony a mi őseink is itt innen hordították meg, vagy hordították vissza a Kárpát-medencét. Ezért is fontos, hogy felleljük azokat a leleteket, amik segítenek a szakembereknek, a tudományos életnek közelebb jutni ahhoz a bizonyossághoz, amit mi magyar történelemnek, az ősök által lefektetett alapoknak hívunk. Ez az átfogó mikrorégiós program nagy valószínűséggel hosszú éveket fog igénybe venni, de már látható a településeknek az egymáshoz fűződő viszonya. A Tesco közösségi napok keretén belül az Ön választ, mi segítünk elnevezésű rendezvényre, amelyen jelen volt Szepesi Tibor polgármester is, várták az érdeklődőket. Az üzletlánc már 2016 óta működteti a fentnevezett programot, amely a közösségeket állítja a középpontba. Ahogy a Nolá Andrea áruházvezető elmondta, a Tesco Magyarországnál büszkék arra, hogy a kollégáikon, a partnereiken és a helyi szinten támogatott projekteken keresztül valódi változások létrehozására képesek. A jelenlegi közösségi pályázat alkalmával 3 díjazottunk van. Szigorú szabályok alapján vannak a díjazások, meghatározott feltételekkel lehet rápályázni, és a díjazottaknak pedig 3 kategóriában van a nyeremény kiosztás. 100, 200 és 400 ezer forint értékben. Helyi közösségek pályáznak, iskolák, óvodák, állatvédő egyesületek. A fő célkitűzése az, hogy a Tesco támogassa a hátrányos helyzetű alapítványokat, egyesületeket, és segítsük őket minden tekintetben. A program folytatásában a Karcagváros közösségeit és a közösen elért eredményekre hívták fel a figyelmet. Ebben az évben a következők kerültek díjazásra. A Remény Rabjai Állatvédő Egyesület, akik 400 ezer forintban, a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium 200 ezer forintban, valamint az Együtt Egymásért, Jövőnkért Közhasznú Egyesület, akik 100 ezer forint jutalomban részesültek. Szepesi Tibor városvezető is gratulált a díjazottaknak, és a továbbiakban is sikeres együttműködést és jó egészséget kívánt. Azt látom, hogy ezen az ünnepségen keresztül, és a médián, a média szakembereink keresztül bepillantást kaphatunk abba a társadalmi szerepvállalásba, amely én azt gondolom, hogy példaértékű az országban, hiszen ahogy hallottuk az előadásokból is, és ahogy a díjak átadásából és a beszámolóból is hallottuk, nagyon sokrétű az a szerepvállalás, amelyet a Tesco vállal. Az élelmiszermentés, a különböző civil szervezetek támogatása, az adománygyűjtés az azt gondolom, hogy akkora segítség a társadalom bizonyos rétegeinek, amely talán szóban nem is lehet kifejezni, hiszen óriási segítség a civil szervezetek munkájához, óriási segítség azoknak az intézményeknek a munkájához, akik aztán ezt tovább tudják adni a rászorulóknak, és ennek a közös munkának az az eredménye, hogy mindenki el tudja végezni azt a feladatát, amelyet hivatott. Gratulálok a civil szervezeteknek, hiszen ahhoz, hogy a Tesco-n keresztül támogatást kapjanak, ahhoz olyan munkát kell végezniük, amely egyrészt felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy igen, ők rászorulnak erre a támogatásra, és ezen a támogatáson keresztül
jobban és sokkal hatékonyabban tudják végezni azt a munkát, amelyet ők célul tűztek ki maguk elé. Egy jászberényi söröző előtt kialakult konfliktusban a gyanúsított egy üvegpoharat dobott a sértett irányába, ami életveszélyes sérülést okozott nála. A feltételezett elkövető őrizetbe várja a bíróság döntését a letartóztatásáról. Két társaság tagjai szólalkoztak össze egy jászberényi söröző előtt 2022. október 23-án a hajnali órákban. Dulakodás közben egy jászdózsai lakos egy üvegpoharat dobott a sértett felé, ami eltörött és megvágta annak a nyakát. A bántalmazás következtében a helyi lakos az elsődleges orvosi vélemény szerint súlyos, életveszélyes sérülés szenvedett. A nyomozók életveszélyt okozó testi sértés büntet elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki a feltételezett elkövetőt. A nyomozóhatóság a terhelt őrizetbevételéről határozott, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!